Szeretettel köszöntöm a mai hétköznapok kedves nézőit, illetve vendégemet, ott a stúdióban Szabó Balázs, Lelkészt, Szervusz Balázs. Szervusz Katén is üdvözlöm a hallgatókat. Már ugye jó nagy úttal vagy itt a hátad mögött, de igazából van egy szellemi út is, amit megteszünk odáig, hogy az ember megértse, hogy mi a jó. Ugye a mai témánk az, hogy mennyire. Ki a jó ember? Szerinted mindenki szeretne jó ember lenni, vagy azért van, akiben ez már egy kicsit így elhalt? Hát lehet, hogy mindenki nem, uh -huh. de ha valaki nem akar az lenni, az maximum azért, mert úgy gondolja, hogy a jó embereknek nincs érvényesülési lehetősége. Igen, ez egy fontos de, pont. De, de, de nyilván azt gondolom, hogy azért az emberek igyekszenek, igyekeznek uh -huh. arra, hogy ne gonoszok legyenek, de nyilván ez egy. Bonyolultabb kérdés. De, de igen, beszélni. ez egy jó keret hozzá, mert valóban az ember szeretne, de a világban azt látja, hogy ezzel nem tud boldogulni. Igen. Most mi minden esetre azokról az emberekről szeretnénk beszélni, akik minden erővel szeretnének jó igen. emberek lenni, és ők határozzák meg azt, hogy mi a jó. Tehát, hogy az ember így eldönti, hogy a jó az, hogyha én ezt meg azt teszem, és nem tudom, hogy ösztönösen, vagy pedig egyszerűen a kultúrából fakadóan, de hozzáteszi azt, hogy, és akkor Istennek is fogok tetszeni. Igen. Hát ennek az összefüggését, hogy tudod te úgy kibogozni, hogy világos legyen, hogy az nagyon helyes, hogy az ember jó akar lenni, csak hát milyen ismérvei vannak ennek. Hát alapvetően mi most itt úgy ülünk, hogy bibliai világnézettel Igen. rendelkezünk. A nélkül lehetne egyébként? Nem az hogy lehetne, <laughs> csak, csak nyilván a hallgatók egy része Igen. nem vallja ezt. Igen. És ö, ugyanakkor viszont azt le kell szögezni, hogy ha valaki törekszik arra, hogy jó akar lenni, humánus akar lenni, együttérző akar lenni, ezt, ezt, nem szabad megvetni vagy kinevetni, mert, mert, ez egy érték ma, hogy egyáltalán valaki törekszik Igen. A, a, jóra. Viszont az, ami miatt itt ülünk és beszélgetünk erről, hogy ebből aztán fakad egyfajta ilyen öligazultság és egy ilyen megnyugvás, hogy akkor most már minden rendben. Tehát alapvetően a Biblia szerint maga Isten a jó és a Földön ö, maga az igazság is, meg a jóság az nem volt meg, hanem azt a, ö, Isten helyezte a mennyből, mindazt, ami jó, ami igaz erre a Földre. És alapvetően a Földön, Földről eltűnt, ahogy az ige ezt több helyen is említi, a jogosság, az igazság, a jóság, a hűség, ezek el, eltűntek, elvesztek, és maga Jézus Krisztus ezért jött el, hogy ezt újra Elhozzá el a földre, és amikor neki mondták, hogy jó mester, akkor ő kikérte magának, pedig aztán ő elfogadhatta igen. volna, hogy csak maga az atya a jó. De még egyszer mondom, alapvetően az emberek az, hogy törekszenek erre, ez, ez egy érték. Csak az elején fektessük le, hogy ne ilyen nagy képisködő szövegnek hát igen, tűnjön ez, igen. Mert, mert én értékelem nagyon azt, ha találok humánus embereket a környezetemben, de alapvetően az, hogy ki jó vagy ki igaz, azt Isten szemszögéből nézve teljesen más jelent, mint a világban, hogy gondolkoznak. Szinte majdnem minden beszélgetéskor kiukadunk az Ézsaiás 55-re, hogy, hogy, az Isten gondolatai, meg az emberi gondolatok azok, azok olyan messze vannak, mint az ég a földtől. Ez lehet ugye bosszantó is az embereknek, hogy hát én mindent megteszek, és jó vagyok, és ugye ezt értékeljük is, hiszen maga az, hogy humánum az az emberből fakad. Igen. Meg eszembe jut, amit, amit mondtál a, a József Attilának az a sora, hogy ezt az emberiséget hisz ember vagy, nevesd meg. Igen. Tehát nem arról van szó, hogy valaki, vannak csak akik ezt jobban tudják, hanem, hanem arról, hogy Isten meghatározása az teljesen különböző tud lenni, és hát van, akit ez, ez ugye egy kicsit haragra ingerel, hogy miért kíván tőlem Isten olyat, vagy egyáltalán van egy joga hozzá, hogy olyasmit kívánjon tőlem, ami nem fakad őszintén belőlem például, és hát egyéb kifogások vagy érvelések is elhangzanak. Tehát ezzel hogy lehet össz pacifikálni azt, hogy az ember jó, hogyha humánus, de akarjon, akarja ezt Isten mértékével mérni. Igen, tehát maga, maga a szentírás, ahogy másképp is nevezhetjük a kijelentésnek a, a, történet, ez arról szól, hogy Isten kinyilatkoztatja magát. Tehát elmondja, hogy mi a jó, mi a rossz, ezeket szétválasztja, ez kezdettől fogva így volt, és az ember megteremtésekor is, ő mondta el, hogy melyik a jófa, melyik a rossz fa, tehát nem valamilyen erkölcsi relativizmusba helyezte bele az embert, hanem, hanem tanította őt arra, és az éden az nyilván úgy nézett ki, hogy hogy a fáknak a nagyon nagy része az, az jó volt, uh -huh. és mondta, hogy bátran éj, bátran egyél, ezek jók, és elmondta, hogy mi az, ami viszont rossz, és arról ne egyél, mert viszont, ha abba belemész, akkor annak lesznek következményei. És nem kicsi, hanem nagy, hogy meghalsz. És gyakorlatilag ez a alapkijelentés szerintem ez a legfontosabb, amiből ki kell indulni egy embernek, hogy nem én határozom meg emberként, hogy mi a jó, mi a rossz, hanem Isten. És a kijelentés története egészen a Teremtés könyvétől a jelenések könyvének a végéig gyakorlatilag ezt tárja az emberek elé. Plusz azt is láthatjuk, hogy az emberek hogyan viszonyulnak ezekhez az igazságokhoz, kielentésekhez, sőt olyan is van, hogy eleinte jól indul egy élet, ragaszkodik, úgymond a kielentéshez, az igazsághoz, és utána hogyan torzul el, akár láthatjuk ezt, amikor a templom romjai között megtalálták a tóra tekercset, és lehet, hogy csak néhány évtized telt el, úgyhogy a romok között volt, de hogy elővették a tekercset, megszaggatták a ruháikat, hogy micsoda romlás, mekkora különbség van az ige, az Isten kinyilatkoztatott igéje, Mondjuk ez is az és igaz, hogy az emberek erre vágytak, mert ez annyira nagy megható igen, jelenet, amikor... Nagyon, rá, nem? Egy drámai pillanat, hogy, hogy rájönnek, hogy, hogy van mihez mérni. Igen, és ez, és ez a lényeg igazából, hogy az etalon az, az nem a, itt a földön van, hanem a mennybe, mm. és ezért ö, egy bibliai világnézettel rendelkező ember ezt elfogadja, hogy, hogy van etalon, van igazodási pont, van kijelentés, kijelentett igazságok, van Istenek törvénye, mikor nem is szépen hang, nem szertik az emberek ezt a szót, de én inkább szeretem akár azt a szót, hogy a kifejezést a jobb könyvben az örök rend, uh -huh. Ami, ami ennél több, egy örök rend, amiben benne vannak szellemi, morális, akár fizikai eh, kérdések, vagy, vagy törvények, amibe, ha beilleszkedik egy ember, akkor boldog lesz mind a földi élete alatt, mint pedig az örökké valóságban, tehát üdvösséget kap. Igen. És ez nem, hogy ez miért nem mesterkélt, ugye ez szokott még fölmerülni, hogy hogy, hát van nekem lelkiismerete, majd az diktál, miért kell nekem egy külső törvény, miért kell nekem másnak engedelmeskedni, tudom én magamtól is, hogy mi a jó, és ez egyfajta illetéktelen beavatkozásnak veszik azok, akik egyébként szeretnének jó emberek lenni. Hogy miért kell ide etalon? Igen. Hát eleve, eleve, mikor az emberek úgy érzik, hogy ez külső törvény, az már egy egy ö, folyamatnak az eredménye, mert alapvetően Isten ezt a rendet, vagy ezeket a törvényeket, szellemi törvényeket alapvetően az ember belsejébe helyezte. Tehát nyilván beszélt is az emberrel, Adott neki igéket, de alapvetően az embernek a lelkiismerete, amíg jól működött ez a szellemi ismeret. Ez a kettős tudás, amikor összhangban vagyok a, a, az Istennel, az Isten gondolatvilágával, értékrendjével, amíg ez megvan, addig bel, belülről tud élni az ember. És ez egy fantasztikus szabadság, hogy úgy élek, hogy, hogy a belső törvény, amit Isten a szívembe helyezett, az alapján élek. Igen. A külső törvény, amit ö, ö, amikor úgy érzem, hogy kívülről nyomadjon egy törvény, az azt jelenti, hogy eltávolodtam, a, ahogy visszatérek az Ézsai 55-re, eltávolodtam az eredetitől, és megpróbálom bebizonyítani azt, hogy hogy az enyém az életképesebb, jobb, egy boldogabb életet ígér. És nyilván ez a torzulás, amiről a Tekercs kapcsán beszéltünk, ez évszázadok alatt ez, 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 azért ez. Ez, Meg, nagyon nagy. igen, ez nagyon nagy. Az eltérés. Nagyon nagy az eltérés. És sajnos nem evolúció van, vagy nem egy, egy felépülés van, <laughs> vagy fejlődés, hanem sok szempontból egy óriási e, erózió van, egy leépülés, pusztulás ez a helyzet. Ez is ellentétes az emberi gondolattal, hiszen igen. azt gondoljuk, hogy idővel minden előre halad. Igen. De, De azt mondtál, ebből nem ez derül ki? Abszolút nem ez is. Igazából én azt a kifejezést használnám, hogy utak vannak, és a Bibliában ez, ez fantasztikusan követhető, akár a Káini út, Ábeli út, mondjuk az Ábelé nem volt túl hosszú, de utána ami, ami nagyon jól követhető, az egyik az egy 11-ben van, az a, a Nimrod és az ő társadalmának a fölépítése, előrehaladása. A 12. versszak, meg pont utána lévőbe pedig Ábrahámnak az elhívása. És ez pontosan azt mutatja, és ez végigíséri az egész Bibliát, a két út, az egyik a Nimrodi út, uh -huh. amely elszakad a Teremtőtől, az Alkotótól, egy ilyen autonóm, önjáró világos saját okkultizmusával, bálványimádásával, hamis képével, hamis humanizmusával, és van egy Ábrahám út, aminek meg pontosan az a lényege, hogy újra szerződést kötök, szövetséget az Istennel, aki elkezd vezetni, és, és áld engem, és és, 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 ez egy boldog élet, az ábrahámi út, mert az Istennel való együtt járás. És milyen érdekes, hogy Ádámmal is beszélt, amit említettél az előbb, hogy szólt Isten, igen. és Ábrahámhoz is beszélt, ott nem volt még semmi leírva. Igen, igen. És ez, ez a lényeg, hogy Ábrahám hitt, vagyis elfogadta, amit az úr mondott neki, plusz hűséges volt, és ragaszkodott a kijelentésekhez, és ezzel gyakorlatilag Ábrahám egy, ezt az új utat kezdte el, és ilyen módon mi is Ábrahámnak a követői vagyunk, hogy eldöntjük, hogy, hogy nem a Nimrodi utat választjuk. Különben magát a kereszténységet is először egy út követőinek hívták. Tehát eh, lehet, hogy úgy mondják, hogy új út, de igazából ez egy régi ábrahámi út volt, aminek pontosan ez a lényege, hogy hogy eh, Isten jó, és én ehhez az Istenhez szeretnék kapcsolódni, és az ő eh, értékrendje szerint szeretnék élni. Nem egy külső törvényként, hanem be, beírja a szívembe, szól hozzám, ezeket befogadom, elfogadom, és utána, hogy Jézus is mondja, cselekszem ezeket az igazságokat. Ugye, és nem mint nehéz. egy apa, amikor Igen. a gyereknek elmondja, mi se szerződést kötünk a gyerekeinkkel. Igen. De mégis, hát kötelezzük őket, hogy ez jó fiam, az nem Igen. jó, ezt elfogadom, azt nem... Talán az emberekbe, akik ezt a nimrodi utat választották, akár öntudatlanul, Így van. hiszen ez egy, egy, egy ősi dolog, megvan az, hogy ők szeretnék egy kicsit kikorrigálni azt, hogy hát Isten talán nem eléggé humanista, és majd én segítek inkább, és ö, Isten talán inkább a, a törvény. Tehát valószínűleg ott romlik el a dolog, hogy nem gondolják azt, hogy Isten az abszolút jó, hiszen akkor. Nem lenne kérdés, hogy miért kell korrigálni, miért kell humanistábbnak lenni Istennél. Hát ki szerethetné jobban az embert, mint Isten. Már, de igen. mégis van egy ilyen felfogás, hogy mi jobban tudjuk, hogy kell szeretni az embereket. Igen, már gyakorlatilag hm. a II. században úgymond az őskeresztény tanítók, akár origenész, már olyan szinten, szintű teológiákat fektettek le, ők relativizálták már az Ószövetséget, hogy ez lehetetlen, hogy ilyen véres sztorikba, háborúkba Isten bevezette volna, és olyan szintig jutott el, csak például Origenész, hogy ő azt mondta, hogy Isten annyira jó, hogy még a sátánnak is kegyelmet fogadni, és a, a logosz meg fogja tisztítani, és minden ez ember, a fog kerülni, mindenem, még a sátán is üdvösséget Igen. fog kapni, és azért ezek nem piskótott, ezek nem Igen. műveletlen emberek voltak, Igen. tehát a Kornak a legnagyobb gondolkozói volt, hogy csak pontosan eh, amikor az Isten uralmaló kikerül az egyház, és csak szabályok maradnak meg, akkor tényleg úgy tűnik, hogy a kereszténység egy élhetetlen eh, világ. most nem akarok ugrálni évszázadokat, akár a felvilágosodást nézzük, hogy ott egy olyan eh, börtönvilágnak tűnt akkor a kereszténység, ami élhetetlen volt, és eh, de de, de ne, ne ugráljunk sokat, de egy a lényeg, hogy akár az ószövetségi zsidó lét, amikor akár a farizeusi mozgalom, tehát egy élhetetlen világot hozott létre, ott progresszív volt az, ha valaki ebből valahogy ki tudott szabadulni, Igen. és egy szabadabb, reálisabb, élhetőbb alternatívát mutatott, ugyanígy szerintem a kereszténységben is, akár a felvilágosodás, amely ebből a rabságból kiszabadította az embereket. Amiben magukat zárták, tehát... Így van, és, 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 és ugyanakkor úgy tűnt, hogy ez progresszív, Igen. De, de csak azért, mert elveszítette a fonalat, a belső törvényt, akár a, a zsidó világ, akár a keresztény világ, és nyilván ezt érezték, hogy agyonnyomja őket a törvény de pontosan mindig ez a lényeg, hogy visszatérni uh, az isteni kijelentésre, a belső törvény által a lelkismeret és az ige szerinti uh, életre, mert, mert ez viszont működik. Igen. Csak rá van hordva ez a, mint ahogy most Igen, eszembe a jutott, sír. az a tóra tekercset is onnan kellett kiásni, nem? Igen. Igen. <laughs> most lehet, hogy ez nem ilyen konkrét jelkép, csak most hirtelen olyan képszerűvé vált. És, hogy... és ezért, ezért van ez a úgymond kultúrkamp, hogy hogy amikor ma valaki arra gondol, hogy Ószövetség akár, vagy a keresztény világ, és úgymond magát progresszívnek, vagy az mindent megtesz, hogy ez, ez ne tudjon újra uralomra kerülni, hatalomra kerülni, Igen. ez a feudális világ, és én ezt értem, ahogy gondolkoznak úgy, úgymond a progresszív emberek, csak nem veszik észre, hogy létezik tőlük független egy örök rend, már úgy függetlenül, hogy, hogy amit viszont föl kéne fedezni és szerintem ez ezt a kijelentést hordozza a Szentírás de ugyanakkor bemutatja a Szentírás folyamatosan a torzulásokat hogy, hogy akár a zsidóság hogy szakadt el az igétől az Istennek a vezetésétől a tisz parancsolat is az nem csak kőbevéset volt azt angyalok rendelésére vették tehát ez egy kijelentés volt euh, izrael fiai számára és ugyanakkor meg az új szövetség 2000 év volt egy olyan lehetőséget ad az emberiség számára hogy hogy újra belül legyen a törvény. Kőszívet elveszi Isten, és ad egy húsz szívet, és abban már megint be tudja írni Isten az ő beszédét, és ilyen módon az ember a, ebből a be, belül, belülről tud élni. Igen. És erre is vágyik mindig, hiszen Igen. ez az a fajta kapcsolat Istennel, amire vágyunk, és ugye megijesztenek ezek a szabályok, és elidegenítenek. Igen. Hogyha humanistákról van szó, akik, tehát az az ember, emberi filozófia, hogy tényleg legyünk jók, és tegyünk jót az embertársainkkal, és segítsük nekik. Hogyha mondjuk lelkészként találkozol velük, hogy milyen párbeszéd tud kialakulni, ami elindítja, vagy el tudja indítani ezt a gondolatot, hogy rajtuk kívül van ez az örökrend? E ha jól értem a kérdésedet, én úgy szoktam elindulni, hogy hogy a legfőbb parancsolat néhány szóban az az, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, minden erődből, és szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. Ezt a kettő, ez megfordíthatatlan. Uh -huh. Tehát az elsőből következik a, a második. Tehát ha én Istent tudom szeretni, és rendelkezek azzal az agapéval, abból tudok adni az embertársaimnak. Ha az Istent figyelmen kívül hagyom, és azt mondom, hogy az nem számít, akkor egy torz ö, szeretet lesz, és egy torz jóság fog létrejönni, és ezt látjuk. És azért mondom, hogy ez nem most kezdődött, ez a torzulás, hogy az, hogy mi a jó egy embernek, nem véletlen amikor a Biblia úgy fogalmaz, hogy Istennek jó, Istennek kedves és Istennek tökéletes akarata. Igen. Tehát, tehát az az igazi jó, az az, az az etalon. Tehát én csak azt oda szoktam vezetni, ha tudom a, ezeket a barátaimat, embertársaimat, hogy hogy létezik egy magasabb szintű rend és egy magasabb szintű, szintű igazság, és ha ebből én kiveszem az Istent, akkor értelmezhetetlen. Tehát maga az embernek a, a léte. Is. Tehát az a kérdés, hogy az ember honnan származik, Igen. ez már meghatározza, ez a fajta gondolkozás világnézet, hogy, hogy mi együtt tudunk-e haladni, vagy nem. Ha ha azt mondja az ember, hogy a papucsállatkából lett, vagy az ősrobbanásból lett az ember, akkor nyilván innentől kezdve az útjaink egy picit el, elváltak Igen. egymástól, és, és azt látjuk, hogy ez egy örök evolúció, amiben benne vagyunk, akkor akkor nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy, hogy elszakadtunk, torzulunk, egyre távolabb kerültünk a jótól. És ezért az első igazság, az Istennek a szeretete, ez, ez egy alapvető dolog, hogy az ember újra visszaforduljon a teremtőjéhez, alkotójához, és nem véletlen maga a megtérés szó, most a görögről beszélek, hogy a, az ember többféle fordítás van, más felismerése jut, vagy megváltoztatja a gondolkozás módját, tehát itt, itt indul el az egész. Igen. Tehát az, hogy valaki merje definiálni, hogy mi az, hogy jó, ahhoz a gondolkozás meg kell, hogy változtassa az ige e, szerint. Tehát a kiszedem az Istent, és azt mondom, hogy ő nincs, hanem én csak az ősrobbanásból, meg a papucsállatkából, meg a majomból lettem, akkor nyilván itt, itt már nehéz érdemlegesen beszélgetni és tárgyalni. De ha az embereket oda lehet vezetni az Úrhoz, és fölismerik Istent, akkor viszont ott ez a metanoia megtörténik, és, és a gondolataink kezdenek összhangba kerülni. Ez is az értékrend, maga az, hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy igaz, mi az, hogy érték, ezeket Isten szemszögéből nézve kell figyelnünk, és így élnünk.